Üdvözlök mindenkit, mert egy nagyon különleges zsemreceptet hoztam nektek. Nagyon sokan kértetek már tojásmentes paleo vegán zsemlét, azonban ez idáig még egyiket sem találtam méltónak arra, hogy veletek is megosztam. A most következő receptet viszont nyugodt szívvel ajánlom, mert ez igazán finomra sikeredett. Nagyon egyszerű elkészíteni, hiszen csak pár összetevőre lesz szükségünk hozzá. A fő összetevője a keltiszta helyettesítő, szakipit nyújtható sós liszt. Ezzel a lisztkeverékkel bármilyen nyújtható, élesztőmentes, keltésztához hasonlító, szénhidrát csökkentett, gluténmentes, tojásmentes, sós péksüteményt el tudunk készíteni. Mutatom, milyen egyszerű az elkészítése. A főtt meleg cukinit, forró vizet és kókusztejszint krémesre turmixolom, ügyelve arra, hogy ne maradjon benne cukini darab. Ezután a liszthez adom és zsemlévé gyúrom. Ebből a mennyiségből két mini zsemle vagy egy nagy méretű zsemle jön ki. Én most két mini zsemlét formázok belőle. Körülbelül 2 cm laposra simítsuk el a zsemlét vizes kézzel. Ez sütés közben szépen meg fog nőni. Előmelegített sütőben süssük készre. Ha kisült, rácson hagyjuk, hogy teljesen hűljön ki, és csak ezután vágjuk fel. Kihűlés után zacskóba tárolva sokáig puha marad, de akár le is fagyasztható. Én előre megsütöttem egy zsemlét, egy nagy méretű zsemlét, így meg tudom mutatni, hogy milyen a kihűlt zsemle felvágva. A magas rostartalomnak köszönhetően nagyon laktató, ezért bátran ajánlom nem csak az ételallergiásoknak, hanem a fogyni vágyóknak is. Jó sütést nektek, sziasztok!